Sziasztok, Márton vagyok, és hát akkor toljuk ezt a Gate of San Andreas-t. Az előző részben Ken Rosenbergnek kell segíteni, ugyanis volt a baj a szindákokkal. Lényegében fogtuk a csávót, a Johnny szindákot, onnan a... izéből... kórházkocsiból, mentőkocsiból, aztán... lényegében elvittük a székhelyére, csak hát az a baj, hogy utána lévő küldetésen pedig a Ken Rosenberg akar vele beszélgetni. Erről a gangsterkedés, hogy nem akar igazából senkinek se dolgozni, önálló akar lenni, idézőjelben eljátszani ezt a szerepet. De CJ Lafanyától, mivel mint kísérő ott volt, Johnny így meghalt, szívrohamot kapott, aztán nagy üldözés volt. És még utána az volt, hogy a Mad Doggal kellett valamit csinálni, mert hogy szar helyzetben volt, öngyilkos akart lenni, és megmentettük, és felajánlottunk a munkát, hogy mivel megmentettük az életét, így menedzser csinálhat belőlünk. De most a Crash akar velünk beszélgetni, szóval nézzük, hogy mi lesz itt a baj. Nincs túl sötét grillezéshez? Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now why don't I believe you? Get over here! Now things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge! Hey, listen to the man! We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? Oh! How you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! What the fuck? Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Megint korrupciós ügyek, és Hernandez nincs sehol ezen a cutscene, és már ez zavarja Polanskit meg Tenpennyt. Ja. Mi? Hol van az a... Jaj, jól van, mert hogy rossz, de már visszafele kell mennem. Oké. Okay. Szóval, ja, kicsit idegesen meg feszültek ez miatt, annyira, hogy Zidzsent megütötték. Vagy megütötte Tenpennyt, mert van humorérzéke. Edgy shit, na jól van. Közben a játék crashelt, és most ezért van nálam egy ízét turizmó. Szóval ja, annyi a lényeg, hogy én ismerek itt egy rövidítést, nem benne biztos, hogy jó úton fog menni, de... de igen, nem kell az egész városra szétlőnöm magamat, csak egy apró pontra felmászok, aztán egyből tudom végezni a célponttal, összeszedni a dossziét, és lényegében véget ér a küldetés. Szóval ja, reménykedjünk a legjobbakban, bár szerintem ott nem slider-se felne, hanem kicsit így parkörködöm, ugrálgatnom. Hát adjon. Még kivel nagyon kell fel a nap, hogy így szépen ezek a rétegek, vagy ideális effektek így a fejem mennek. Adja a feelinget. Hogy azt mondja, hogy a leggyorsabb autó a játékban. Nos, vagy itt egyenesen kell felmásznom, vagy pedig a másik megoldás, hogy esetleg itt futok előre, itt a benzinkútnál, aztán mikor lesz az emelkedő itt a dobnál, akkor itt végig felfutok. Jó. Mert vagy a ponton leesik CJ. Na, akkor így. Így, mi? És kísérlem mesterész puskával, de abban mi a fán? Próbálom valamelyik kocsit elvinni. A kocsit, helikoptert. Átlátogatom az ház alatt. Áó, futás, mert ezért nem spawnolnak el. Az a mission kocsi, nem érdekel, hogy kocsi jármű, nem érdekel. Ha ideges vagyok, akkor csak arra gondolok, ami eszembe jut először, és azt mondom ki. Jézusom, mennyien vagytok! Na, nehogy felrobbanj, mert akkor az nem lesz jó. Hú, ember, ez kicsit megijesztett.
Hát jó, majd veszek olyan mellényt, úgy remélyek az izéhez a buzihoz, és akkor ott lesz egy-két küldetés. Hát ez is egy fura rész lesz. Ugye fura, hogy San Fierro, meg Los Santos, azok Kalifornia része, és akkor itt van Las Vegas, Las Ventures, ami meg már Nevada, csak úgy más GTA nem volt, ahol egy államra mentünk a másikra. Mondjuk, de GTA 4, volt Liberty City és volt Alderney, ami végében az államnak a fővárosa. Meg azért csak GTA 4-ben van egy ilyen zene a Liberac Radion, hogy I'm back in New York, hol a Liberty City-ben játszódik a játék, szóval New Yorkot létezik két univerzumában, vagy csak beradtam mindegy egy licencer dal, hogy adják jobban a hangulatot, ami valószínűleg igaz, amit sem azt mondja, egy alternatív Liberty City, amit New Yorknak hívnak. Oké, okay, akkor nézzük meg, mi van itt a vúziékkal. Jaj, szó kopirált őzene, már félek. Mr. Ron Fahli. Gentlemen, cső. Can I have your marks, please? Van csak, nem kopirált őzene, szerintem. Gentlemen? Or shall I say partners? Oh, I drank to that. Ah, oké, okay, szóval... Most már triádos tag vagyok? Fekete létemre? Ja, semmi. Amúgy itt lett volna egy ilyen mellék... Nem. Voltak ilyen promóciós képek a játékhoz, és a találta volt egy full egyedi triádos modell. Most az ebben Ron Fahli volt, és el kell volna kísérnie ide. Hello? Carl, it's me, Ken. The Leon family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula's. We're screwed. It's war for control of Venturis, man. War. There's word of some triad visitor, something that should keep him busy. I'm calling from the bathroom. I gotta go. I really gotta go. Valami baj van itt? Húha. Most milyen nevetem mit tehet? Nem tudom figyelni. Aha, akkor értem, hogy beparázol. Szóval azon, hogy a Salvatore az megérkezett és... Itt bajok vannak akkor? Mi jó van helikopterem? Szóval visszatérve Rafaelhoz, hogy ő azért van ebben a kapcsolatban, mert hogy elvileg San Fierroba el kell volna vinni, miközben a rivális banda, a Danan Boys még utoljára csinált volna valami merényletet ellene, és meg kell volna védeni, és az egész külön ilyen nagy üldözős lett volna, azt hiszem. Legalábbis a Gaming Investigation Channel erről beszélt, és zárhat az egész mögött. És hát igazából mi most láthatunk, az a záró cutscene lett volna a küldetésnek. De ők meghagyták úgy, hogy ide jött, biztonságba, és nem kellett még értesíteni se arra, hogy jönni fog. Még olyan dolgok kiszállok, akkor az miatt hamarabb fog megállni a helikopter, mi sem azért, mert hogy megnyomom a megállás gombot, vagy a féket, stb. Meg imádom, hogy mikor ott van az a dobókocka ikon, az, hogy jobb oldalt van a radaron, de amint belépek, meg egyből balra. Szóval itt van Salvatore Leon, huha! 92-ben hogy nézhetett ki? Chop fucking buzz this! I'm peaking on the blood pressure alone! Yeah, terrific! Well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. I ain't the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Hogy mond ilyet. Are you kidding me? See you later, guys. Yeah, even Maria viszonylag normális volt. And who's this asshole? Name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, who's this asshole? I had the pleasure doing business with your son Joey back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Most már kedvesz. Well, Ken, vouch for me. I'm a straight killer. Oh, one man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac. You know the Ferrellis are sending over a crew to hit me. The family cash bevágás volt.
traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go home. You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Ó, kinyitol magától az ajtó. Ó, és megvan a játék legjobb motorja. Hogyha eltűnik az hülye fél, megnézni mi a neve. Mert ez az a motor, amit mindig keresek, és soha nem találom meg. És úgy hívják, hogy Strip. FCR 900. Én meg FRC-nak értettem mindig. Na jó, az valami lényeg, hogy vannak ilyen bőrgyilkosok, akik a Foreliktől jöhetnek, és hát vagy meg kell állítani őket. Jó, ez így jó lesz akkor. És akkor minden az ebben a külben 4 külét fogok csinálni. Maradéban meg nem tudom, megpróbálok a heist előállítani, és utána meg nem tudom, később fordom végigjátszást. Egy ideig nem fogok viszont adresszózni. Akkor meg lesz ez a heti tartalom, amit így legyártok, aztán valamikor meg megszerkeztem. Na most ezt a küldi definíciám elég fura, mert van egy ilyen karika, amiben bele kell menni, és hogyha a repülő szemben neki mész a karitkának, akkor úgy érzek, hogy mögötte lennél már, és így hamar meg egy csinálni. Ez ami könnyítés akar lenni, így meg kell fordulni, szóval ki kell menni a sebességet, meg a magasságot. Azért ne újulj, le fog zuhanni. Miért egy szívszar dodot kapok? Ja, azért, mert ez az, ami képes erre a küldetésre igazából. És ezzel lehet a legrealisztikusabb megcsinálni azt, amit majd a CG művelni fog. Hát azért látszik a Judy Sense, hogy eltűnik, de szemben is jönni a definíciómen, ahol az egész pályát látod és mennyire kicsi. És a ködefek is kell venni, hogy látod a felhőket, de nagyon nem látod, hogy lenne így fedve a látó réteg, látottáv. Hát biztos nagyon messzire kell repülni, mert kell idő ahhoz, hogy utoljam a repülőt, a helikoptert, tehát mondjuk, hogy még kényebb dolgom lenne. Ez egy kontrollerre nehéz, ezt a PC-n sem szerettem csinálni, és na, egész billentyűzettel. Ó, ott jön! Na, szépen bevettem a kanyart. Na, CJ, mi vagy hülye? Vagyis én? Na. Toxic player logika. Szerintem aztán nem fogom utolérni, mert elfordultam akkor, amikor elfordultam. És most nem lehet megmenteni, igaz? Nem lehet a helyzet megmenteni, mert tetű lassú. Már ki is rajzolódik a pálya. Menj bele! Azaz! Bement a lyukba! Igaz, a poén muszáj volt. És akkor FPS lövöldözés lesz itt? És van egy célkezt ember annál a küldénél, amikor izé volt. Mi? Ja, értem, hajolás gomb. Amit úgy értem, hogy mikor dölöngélni kell a repülővel, vagy pedig oldalra nézni kocsival. Még dupla pisztoly van itt nálam. Na, FPS-es lövöldözés, tök menő. Ott a pilóta. És nem tudom fejbe lőni. Na jó, meg van csinálva. Nem, hát csak hát tudjátok, Conteller rossz szar célhoz, és imádom visszadobolt a pálya. Ja, lehet, hogy tovább repültök a keleténél, ameddig lövöldöztem, nyilvánvaló.
Vagy nem kell kinyitnom szerintem a kereket. Szerintem most csak abban a távolságban, ahol eredetileg el kell volna, hogy kapjam a repülőt. De az arra számít szerintem innen már. Ez felelvel is tökön, ez is ilyen lődefédő edisemből. Melkenzről régebben néztem egy ilyen videót, hogy összehasonlítás a definition, meg az eredetihez képest, és az eredetihez is módolva játszották, még szebben néznek ki, mert eredetileg kinézett a San Andreas, és annyira nem szerettem, hogy mindenki így az X360 remastered modot játsza, tehát úgy lesz a játék, mintha Xbox-ra kiadták volna meg. Volt eredeti Xbox-os portja a Vice City-nek, a Halo-nak, meg a San Andreasnak, de aztán jött a telefonos verzió, mi lett az első remaster San Andreas-ot például így Xbox-ra. Olyan, hogyha én csinálják összehasonlító videót, akkor bizony eredetiket használnám mindenféle mod nélkül. Na. Szép, szép, és elég nagy pénzt is kaptunk. Ja, várj, ez nem az a hely, ahol akarok menni. Ez nem a rendes leszálló hely. Még itt úgyis van egy izé-bizé golyamány, szóval azért el tudok ide gurulni. Hát, telefon. Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? Well, we need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Mivel egy veszélyt véget a mondat, nem pedig ponttal. De az a következő videóban lesz még, addig lesznek cuccok, amiket csinálnom kell itt még. Azokban mindig éppen hol van az a fránya olyan mellény. Össze kell van még patkóval, mert azt hiszem kettőt lehet találni itt a térkép ezen a részen, itt a reptéren, vagy felszálló pályán. Hát én nem úgy emlékszem, hogy így lett volna ez a golyám mellény, mert azt hiszem valahol a konténereknél lett volna meg még valamelyik résznél. Minden öröknek, hogy ez is itt van. És semmi telefonhívást nem kapok, szóval ez azt is jelentheti, hogy Itt megyek vissza Tempennyhez. Nem tudok ezzel mit bővíteni. Hát olyan magyar azokkal a csajokkal, nekem ez jobban kell. Las Brujas, vagy milyen helyet mondott a Tempenny. Ott van, akkor találkozom, mert ő nem van a dosszié, amit elvettem attól az FBI-ostól, vagy kitől. Remélem, ami jósul ki belőle. Na jó, hogyan vannak a fegyverek? Jó, szerintem így jó lesz. Carl! Hope we didn't keep you waiting, Holmes. Nah, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Tessék, itt van. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You vato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. Következő élet? Mi?
That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny's just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Szegény kölyök, nem ezt érdemelte. Officer Polanski? Érdekes. És amúgy jó, a kocsi az itt sebezhetetlen. Szóval utána kell, hogy rohanjak. Szóval mondta az Officer Polanski mérgében, mivel volt egy ilyen cutscene, nyilvánvalóan bevezető filmben, hogy... Na, mindjárt lesz egy párbeszéd szerintem. Szóval azt mondta, hogy Tenpennyt így megszólította haverjaként, mint Frank. Aztán ennek hatására Frank Tenpenny beszólogatott neki, hogy nem is szólíthatsz engem. És aztán ennek hatására nem szólította úgy. És tudjuk, hogy igazán Polanski egy kutya valójában, semmi más az égvilágon. És ezt a lojalitást így hagyta fent. Csak azért, hogy karbaszogassa utána, hogy én vagyok a nagy valaki, aminek hiszi magát, és ennek a Buffalo-nak ilyen nagyobb HP-ja van egy átlag autónak, és ja, most öltem meg. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the brakes, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end, punk motherfucker. Na, jó, személyt meghalt, de kaptam egy jó kis Buffalo-t. Jó, igazából szóval csak ennyi, hogy így játszottam nagy keményt, és ez azért van, mert nem, azt hittem, hogy nincs elismerve. Na, szóval az a vicces még erről egész küldiről, hogy ha már Polanski halála az eredeti skriptben nem volt említve, vagy csak egy későbbi küldetésben, a lényeg annyi, hogy az eredeti tervszerűen lett volna egy skript, hogy a Hernandez-en a hullá magunkkal kellett volna vinni, és el kellett vinni egy ilyen ásóhoz. Ami keresni egy ásót, és valóban elásni, csak közben a rendőrök keresnének minket, miközben mindenféle helyeket adna meg nekünk a Tenpenny, hogy bújjunk el. Olyan gyökre kerül, akik nem tudnak vezetni amúgy autót, csak azt hiszik magukról. És a lényeg annyi, hogy miután találtam volna egy bizonyos helyet, ahol elbújhatunk volna, elásni, akkor lett volna ilyen táncolós minijáték, értitek, hogy nyomni ott bizonyos gombokat, hogy CGI ásson. Aztán ez olyan elvetetve, és kiadás előtt lehet, hogy hozták be ezt a küldetést, hogy a Polanski így elmenekül. És ki kell nyírni, mert hogy honnan volt neki ilyen kocsi, hogy nem láttuk a kátszőn, mert ő rendőrautóval jött, tehát ja, az így fura. Meg az is, hogy igen, a Tenpenny az azt akarja, hogy meghajjon CJ is, és ennek hatására kellett kettő gödröt ásni. És ami Hernandez-szel van, hát szegény Jimmy-vel az van, hogy egy végén jó rendőr volt, el volt nyomva egyszerűen a kettő kutya vagy dög által, aztán ez miatt felkerült egy korrupciós ügybe, és ebből akar kitörni. Ezért nem volt ott a Miss Operation, vagy milyen küldetésnek a cutscene-jében, mivel akkor nem bolba ment el húsért, hogy meg ne sülni, hanem egyszerűen csak jelentette a többieket a tetteikről. És arra elkapva, mint egy besúgó, aztán, ja, kinyírták. Vagyis Tenpenny kinyírta. Aztán most minket akar a halálistáján kihúzni. Hello? You've hung us out to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg? I'm surprised you remember. Look, I ain't forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say. This Salvatore guy might whack me at any moment. Mi a Salvatore, ki akar vele baszni? Az nem jó. Na jó, én azt gondolom, ez az utolsó videó. Szígy, hová mész? Nem arra mondtam, hogy gyere. Tehát az, hogy nem ezt akar az utas külön, most csináltam az elf, hanem még egyet meg fogok csinálni pluszban. Hát de reméljük, hogy jól fog kisülni. Mi vagy egy gyilkos? Amit akartam mondani, hogy hallott a rádióban, hogy a Sindaco család főnöke, annak a holttestét megtalálták, és úgy gondolják, hogy ebből lesz ilyen nagy rivalizálás, ami ha úgy nézzük, itt történik, de ugye nem is kell vízénom Stylance-e sprintelnem, mert itt lehet valahogyan, ellenben a Buzinak a kaszinójában. Nagyon köszönöm, hogy utolsó küldetés ebben a videóban.
Just feel the weight of the weapon, sweetheart. I can feel the weight of someone's weapon. Hey, okay. You're the one to blame on that front. Can I fucking go now, or fucking what? Ooh, you fucking twat! Right in the fucking happy sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, it's my man. Mr. Leon? Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrellis found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, remember all those jobs we did together? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him Ice Cold too, Ken. I guess. Huh. Okos, CJ, okos. Alright, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup, man? Will you be alright without us? Of course he will, you fucking moron! Come on! Az van, hogy CJ, hát meg lehet kívül arra, hogy menjen San Fierro, Ascenturazon menjen el Liberty City-be, és hát nyírja ki az izét, a Forelli mafiának a főnökét, meg egy-két fontosabb tagot, a St. Mark's Bistro-ban, és hogy üssön el más autókat is el a francba. Az mi? Jó, hogy kiugrottál, azt hittem, hogy kilőttem a sofőrt így, drive-by-ban. És hát az van, hogy ő magával vitt 2-3 úriembert, segítségképpen, csak hát tudjuk, hogy ez a három ember nem ölésről híres, aztán szóval őket kizavart a Las Venturasból vérni, és tegyenek ide vissza, és kegyen bele mindenféle gengszeres dologba. Szóval akkor igen, CJ önállóan egyedül megint elvégzi a piszkos melót, de legalább másodra tud adni domás életet ezzel. És akkor visszamegyünk Liberty City-be, ahol ebben a játékban nem voltunk még, de CJ már járt ott pár évet. Ja, hát igen, a San Andreas, ha úgy nézzük, technikailag azért van, hogy összekössek történetileg a hármat meg a Vice City eseményeit, vagy karaktereit. Tudom, hogy nagyon sokan nem foglalkoztam itt a játékban a részletekre, például az utalásokra, NPC párbeszédjeire, meg az open world dolog is inkább. Itt tényleg csak a sztorit vittem végig, meg az a foglalkozó, aki emlegettem a 100%-ot, holott az csak azért van, hogy legyenek mentéseim, ami miatt a játék végén megkapjam ezt a jutalmat. De, ja igen, itt van egy utca, ahol található a Avery-nek egy ilyen szobra, vagy ilyen animált figurája, olyan pózolgat meg a Candy Sucks-nak. Na mindegy akkor. Annyira akkor elmegyünk oda a Liberty City-be, Portlandre, és ha minden igaz, Portland meg Liberty City az beálltó lett volna amúgy erőtervek szerint, csak kivágták ezt, mivel nem fér volna el sokaknak a gépén. Meg már így is kevéseik volt a készítőknek. Ebben egy konkrét város meg ott minden megprogramozó merülküldetések esetén sok lett volna. Pedig én ezt adtam volna. Ezen érdekes egyét a San Andreas remake. Ha lenne ilyen, bár szerintem nem kéne. Mert vannak az érzékeny emberek, meg hát nem is, lehet, hogy szerintem mindenki vevő lenne egy GTA San Andreas remake-re egyszerűen, csak az túl döfélen attól, hogy valakit megsérdelni, ahol senki sem érdekelné szerintem egy ilyen játéknál. A GTA az egy Amerika szatírája, megkomozza egy-egy gangsteres dologgal, meg filmmel. Szóval aki az a mesélő, nem érti, miről szól a GTA élmény. Na jó, Liberty City, itt jövök. Imádom, hogy mínusz 10 Celsius van, de azért a hiszoknya az kell. Úgy Csajkoszki, szar, mert nem jelentesz copyrightot. Na jó, van, akkor itt harcolni kell. Oké, okay, meg volt a headshot, az aiming assist, vagy aimbot. Oh, ice cold killer. Oké, okay, killer. És az ott Marco Forelli, azt hiszem. A Sony Forelli vele beszélt ott még a Vice City legelején. Well, what are we going to do, Sonny? És ennyi volt a szövege. És az a vicces, hogy hát Sony után ő volt a főnök, csak CJ kinyírta most.
Na jó, mit akartam én itt? Itt azt hiszem élet van, csak nem pedig golyál mellény. Hol vannak a többiek? A többieket nem látja a lépcsőtől? Na, ez oda a University út, ide a hóba. Nagyon gyorsan nem ez a küldi. Na jó, mit akartam még mondani? Van az a Guildhall Wrangler mod, a Frosted Winter. Ilyen klasszikus mod, ha úgy nézzük, és ott bejelenesz ilyen Smart Distro-t. Ja, más nem tudom mondani, ez egy hamar és gyors visszatérés, de legalább tök egyedi. Meg az, hogy felindulod a Heaven-be, tehát a Interior Universe-be, tehát az összes belső téri tudsz meg tudod nézni, kivágott területtől, vagy kivágott tartalomtól egészen a megvédő beálló házadnak a belsejéig, ott minden van. És közülök Liberty is. Ha minden igaz, kilométerekkel kilométerekkel a San Pierre-i garázs felett, ahol az eredeti mentőhelyünk lenne igazából. Na jó van, ez egy vicces küldetés volt. Kicsit visszahozta a GTA hangulatot, mert Liberty City, de ja, többre nem kell számítani. Mostantól szerintem maradunk. Hát ez nem a legszebb lesz, de legalább sikerült. 20 ezer dollár, az tök jó pénz, hát Starter-ről ilyet kaphatunk. Amit akartam mondani az az, hogy a következő videóban akkor a heist küldetések fogom csinálni. Csak előtte még ezt a videóban meg akarom szerkeszteni. A lényeg annyi, hogy CJ-le van ilyen leszálló szövegje a színű Liberty City-ben. Hello? Hey, calm my boy. Mr. Leone. Everybody's talking about the job you did on that same Mark's Bistro. Thank you, Mr. Leone. And you took care of those three loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy, good boy. Now listen, you're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. A vicces, hogy mennyire bízni CJ, mert csak mert elmondtam neki, vagy elmondta CJ neki, hogy igen, a fiadalú Joey vagy már dolgoztunk ott Liberty City-ben, és semmi más. Meg miért akartam mondani, hirtelen eszembe jutott most már, hogy lett valami külön szövege CJ-nek arról, hogy Marco Fuller, I'm coming for you. Hello? Hey CJ, what's up with you? Are we doing this heist or have you gone soft on me again? Hey, check it. Them fools been shipped out of the Venturas. Salvatore think I'm cool, so it's on. I'll meet you back at the Dragons. Okay, cool. Later. Na, és akkor igen, ha feladom a videókat, akkor jöhet ez a videó felvétel is, amikor majd megnézzük, hogyan lehet a heist megcsinálni, minden apró részét összerakni, és kész. És még azt is mondta a CJ a Salvatore Leone-nak, hogy... Mi van velem? Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me? This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right. That's cool. I'ma get you out of there, though, man. Oh, you ain't nigga. Who you think you are? I'm here for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it take. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Sweet shit. Letette. Ja, igen, Sweet, az kettő őrülte van együtt, az egyik egy sorozatgyilkos, más meg egy gyerekgyilkos, egy el akar lenni a torkám, más meg akar lenni a szívét, azt hiszem. Nagyon jó. Szóval mondja, igen, lett volna ilyen beta szövege a CJ-nek, hogy így a Marco Forerne fenyegetőzik, hogy mit akar ő valójában. Na mindegy, szóval akkor ez egy videó volt. Minden idők egyik videója. És akkor majd legközelebb, mert majd kiraboljuk a kaszinót, csak előtte még elvom ezt a motort. Így né. Jó, akkor sziasztok!